Romokban áll a pécsi orvoskar egyik szintje. Nem véletlenül, hiszen egy ultramodern szimulációs központot alakítanak ki a negyedik emeleten. A beruházás bruttó összege meghaladja az 1,1 milliárd forintot. Erről októberben döntött a kormány. A központ igazgatója elmondta, hogy funkciójában 5 plusz elemmel gazdagodik az egység. A jelenlegi struktúra mellett megjelenő új szimulációs oktatási központban a kommunikációs skilleket, speciális műtéttani ismereteket, sebészi technikákat tudunk oktatni. Matrix tantermeinkben bármelyik klinikai szakma igényeinek megfelelve tudjuk a megfelelő szimulátorok igénybevételével a klinikai igényeket kiszolgálni. Speciális préhospitális sürgősségi ellátási elveket tudunk biztosítani. A szimulációs oktatási központ tevékenysége iránti igény évről évre emelkedik. Jelenleg szemeszterenként közel 1500 kontaktóra zajlik itt. Az orvoskar dékánja szerint több szempontból is fontos fejlesztés lesz ez. Nagyjából két fő irányt tudnék mondani, az egyik a közösségi ütés, a második pedig a gyakorlati képzés. A gyakorlati képzés az alapja az orvosképzésnek, tehát folyamatosan figyelnünk kell rá, és az is nagyon fontos, hogy ez a közösség egyben tudjon maradni. A látványtervek alapján tanműtőt alakítanak ki, ahol valós orvosi eszközökkel végezhetnek műtéteket oktatási vagy demonstrációs célzattal. De itt kap majd helyet a fogorvostudományi képzést támogató 25 fogászati fantomlabor munkaállomás, sőt a kiterjesztett valóság technológiáival is megismerkedhetnek a hallgatók. Már a 6 éven az épületben működő skill laborunk egy nagyon jelentős kapacitás minőségfejlesztésen eshet át. Korábban egy 280 négyzetméteres területre korlátozódott az ő működésük, most pedig a fejlesztésnek köszönhetően 1700 négyzetméteren folytathatják ezt a megkezdett munkát. A munkálatok október 4-én kezdődtek, most a bontási szakaszban tart a kivitelező. A tervek szerint 2022. júliusában végeznek az építkezéssel, majd szeptembertől a hallgatók és az oktatók is használhatják az új skill labort.